A harmadik és egyben utolsó fórumra most a város lakóit várták elsősorban. A civil szervezetekkel és a Városvédő Egyesülettel már asztalhoz ültek korábban a szakemberek, hogy közösen véleményezzék a terveket. A fórum ugyan csekély érdeklődés mellett zajlott, de ez nem azt jelenti, hogy nem mondják el az emberek a véleményüket, hangsúlyozta a Ceglédi Városfejlesztési Kft. Ügyvezetője. Azt kell, hogy mondjam, hogy a véleményezés úgy tűnik áthelyeződött az internetes felületeinkre. Az internetes kérdőívünket a Kossuth tér felújításával kapcsolatban jóval többen töltötték ki, mint a Szabadság tér esetében. Élőben viszont annyira nem mozognak az emberek ezekre a fórumokra. Valószínűleg más dolguk van, bár direkt munkaidő utára tettük. Mindenesetre mi köszönjük azoknak, akik ma is itt vannak velünk. A és B koncepciót mutattak be, de valójában ugyanúgy, mint a Szabadság tér esetében. A kettőből és a visszajelzések alapján fog kialakulni egy harmadik változat, mondta Szebeni Dávid. A tervek szerint egy különleges szökőkút is helyet kapna a téren. Ezzel kapcsolatban is érkezett vélemény a fórumon. A Szabadság térre korábbi tervek szerint már terveztünk, vagy tervekben van véve egy szökőkút, vagy vízi játék, vagy valami hasonló. Nem tudom, hogy célszerű-e a másik térre is egy ilyen vízi dolgot oda tervezni. Minden esetre ez az örvény szökőkút, ez tényleg látványos lehet. Én inkább azt mondanám, hogy ezt az örvény szökőkútot talán a Szabadság térre kellene tenni. A véleményeket tehát összegyűjtik, és az összefoglalt eredmény pedig a tervek szerint novemberben nyilvánosságra is tudják hozni.